Az egyik kereskedelmi tévécsatorna felhívására jelentkezett a Kiskanizsai Intézmény. A verseny Érdel lesz. A sáska diákok 24 tagú mezőnyben bizonyíthatnak. A feladatok nehezek, de a kiskanizsai fiatalok hatalmas erőbedobással készülnek. Mehetek vissza? A csapat egyik tagja egy karácsonyhoz kötődő feladatról mesélt. Egy felnőtt felhúzza a gyereket egy kötélen, és a díszeket a gyerek egyesével viszi fel a terem tetejére, és a karácsonyfára egyesével akasztja fel a díszeket. A feladatokat két héttel ezelőtt kapták meg a kiválasztott iskolák. Nem egyszerűek a feladatok. Az előzőekkel ellentétben, ugye, mert aki nézte már korábban is a nagy vagy vetélkedőt a TV2-n, ők láthatták, hogy szárazföld és vízi feladatok voltak eddig. Hát most szárazföld és légi feladatok lesznek, ami szinte bűvészmutatványnak megfelelő. A kiskanizsai csapat hétvégéje a gyakorlás jegyében telik, hétfőn pedig útra kell, hogy megmérkőzzen az ország további 23 iskolájával.